gyilkolós, akció, mit tudjál? Hát de jó, vígjáték tetszik jobban, vagy akció, vagy milyen film? Ma igazából mindegy, ma minden nevű vagyok. Vagy valami keményebb. Az kell neked keményebb. Hát, na, azt nem lehet tudni, hogy nekem mikor, de térjünk vissza a filmekhoz. Na, hogy keresek valami Bud Spencer filmet, nem tudom, valami. Tudom ajánlani a YouTube-ot esetleg. Hagyjál békén a YouTube-ot. De miért? Nézzük lassan. Én? Nem jött az értesítés. Meg. Igen. Igen. De hogy az Istenben, figyelj, tényleg nagyon nehéz fölrakni a YouTube-ra. 50 perce megy a live, 50 másodperce megy a live, és azért kezdtem, mert veled live előtt beszélni, mert mondom, hogyha értesítést kapsz, akkor biztos nem tudod, nem fogod fölvenni a live-ba. Igen, szóval milyen filmet szeretnél nézni? Majd mindjárt kapcsolok olyan filmet, hogy arról kódolsz. Na, mindjárt várj. De hova fogod kapcsolni? Pillanat. Igen. Itt most a live kellős közepén kapcsolsz filmet? Persze, most keresem. Miért szeretnék? Már most semmiért igyek, hogy köszönjek, és üdv az... Ne köszönjél. Hívnom kell még mást is. Nem érdekel. Megvárom, hogy tudjál jönni kommentolni. De, hogy én nem megyek kommentelni, én innen már csak az ágyon megyek aludni. Jó, akkor szép estét kívánok. Február 30-ára szeretnélek meghívni a lakodalmamba. Lakodalom lesz? Most február 30-án. Értem. Hány órakor és hol lesz? Mindegy. Hát nem mindegy, mert hát hova vegyem a repülőjegyet, vagy... Mindegy, hát a 30-án van. Értem. Itt a dátum a fontos, nem az időpont. Nem tudom, hogy 28-as ez a hónap, igen. Igen, tudom, azért mondtam, hogy a dátum a fontos, nem hogy hány órakó. Jó, figyelj, ekkor, hogy köszönjek, mert még van egy pár áldozatom ma estére. Vágyom, további szép estét. Oké, okay, szép estét, szia! Szia! Hölgyeim és uraim, érdemes bekapcsolni az értesítést, de nem minden esetben. Lehet kommentolni is. Hát nagyon cuki, hogy köszönöm, Beáta. Na nézzük csak, hogy mi újság van itten. Halló! Szia! Jó, na! Szia! Na! Mondanom kell valamit. Na! Én kitaláltam egy dolgot. Na! Tudom, mit szeretnék mondani? Amit szerintem már tudsz régóta. Mondhatom? Na. Tudod, hogy mennyire, tudod, mennyire szerelmes vagyok, meg mennyire hiányzó, nem? Összeházasodunk február 30-án. Ja. Na, de benne vagy? Ja. Szia! Hú, meleg a helyzet, mindenki tudja, hogy a YouTube-on vagyok. Jó, hívjunk olyat, aki hát, ha nem tudja. Nem köllök senki, mindenki föl van iratkozva. Ennek meg nem fizette be az internetjét. Kati, jó, hogy itt vagy. Na nézzük.
Nézzük. Ja, edit live show. 5 perc, amíg a live. De persze, ha karcsátoknak mennyien lennénk sokan. Ha fölveszi, ami nem biztos, akkor írjatok. Ez az. Maga édesok munka várható, de hogy ez nem az ifő, az izgalmas. Katalin jósnő válaszol. Yeah. Én emlőségkel lakodám abban a február 30-án, hát hiába hívom csóréte. Jaj. Na, ez nem vette fel, nézzük. Tör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 
hozzá még. Nem jósol, van házasság. Valaki mondja csak. Ó, lemúró. Kupidónyila. Na. Pesszeg. Ha ők hívnak, úgy vigyem. Én senki. Mi van itt már? Elmentek kirándulni? Nem jogsom ma házasság. Igen, február 30-án velesé fogok házasodni. Na, ez is hívott. Anya hívta, mindent visszahívom. Jó, de nem van csúnya. Kati, oszd meg! Haló! Szia! Várjál, szólok! Igen, mondjad! Hogy vagy? Jó vagyok, te hogy vagy? Jó. Irigyellek. Jaj, de Édi vagy, miért? Jól nézzük ki. Szoktam mondani nekik, hogy osszátok a live-ot. Te is szoktad nézni a live-aimat? Igen, szoktam ilyet. De Édi vagy, és melyiket szereted? Amikor Dondimo fakcióba lép, az jó? Persze. Ez egész, és mondom, hogy osszátok a live-ot, azt is szoktam mondani sűrűn. Melyik le? Igen. Az egész jó. Jaj, de Edi, vagy... Jó fej vagyok? Ja. De Edi vagy. És akkor összeházasodunk február 30-án? Jó. Tök jó. Ilyen pasiról álmodtam. Mesélj magadról valamit. Meséljek. Szereted a Dundimuffot, igen vagy nem? Igen. Mindent szeretek. De Edi vagy, és hova valós vagy, ezt úgy lehet tudni rólad valamit, hogy melyik országban? Melyik? Románia, hát így szeretem. Jaj, de édes vagy. Hargita megye, vagy valami még közelebb? Jó, de jó. A gyilkostóhoz közel laksz legalább? Nem, messze volt. Jaj, de édes vagy. Melyik live-omat szoktad nézni, Hargita megyébű? Facebook? Amiket elkapod, de Édi vagy. Tessék? Igen, meg rákapok. Véletlenül. Te nagyon jól vagy. Jaj, de Édi vagy. És single vagy? Egyedülálló vagy? Vagy van asszonyod? Hány éves vagy? Nincs. Fiatal, 25. Nem. Nem igaz. Nem. Kicsivel több? Nem tudom, hát a 35? Nem, négy több. 45? Nem, valami jó. Jó van akkor.
Te is fiatalos vagy. Mi van mondjuk, ha annyi, hogy nem látszik rajtad? Hát én nem vagyok annyi, mint te, de jó van. Nem, Csabi, de nem látszik rajtad, mindegy. Te Édi vagy. Akarsz kamerát kapcsolni, vagy mit szeretnél? Kamerázz? Később. Hát drága, már náltak így is 10 óra van, milyen később? 10-9 óra. Akkor mi történik? Levetkőzöl, vagy mi? 10-9 óra, szólok be a telefon, csak akkor visszajövök. Jó? Mit csinálsz a telefonnal? Jó-e? Vécsülünk tétem, csak visszajövök. Tehát 10 percet kell, hogy várjak, az nekem nagyon sok, 5 perc nem elég. De akkor figyelj, összeházasodunk február 30-án, benne vagy? Szeretnéd egy ilyen jó kis bört, mint én? Február 30-án soha. Miért? Mert nem létezik. Nem. De 29 létezik, vagy jó. Akkor eltévesztettem a dátumot, és akkor neked melyik lenne jó? 28 vagy a 29? Na tőlem, nem én benne vagyok mind a kettőbe. Igen. De akkor... jaj, de Édi vagy, akkor figyelj, szűz vagy még? Nem, csak horoszkopó. Horoszkopot szűz, de te nem, jó. Volt sok nőd már? Az jó, akkor majdnem szűz vagy. Igen. És mivel foglalkozol? Mit szoktál? Gyárba dolgozok. Gyárba? Fával, ilyen bandeszkát csinálunk. Nincsenek teheneid, vagy valamilyen birkák, vagy tehenek, kecskék, nincs? Nincs. Egyetlen egy tehén sincs, nem tudsz tehenet fejni? Tehenet, ez valamelyre tudok. Jaj, de ügyes vagy, jó van akkor. És a házasság után hol lakunk? Ott én nálad? Hát, megbeszéljük. Majd nálad, attól függ. De most szeretnél messzire utazni? Utazok én hozzád. Szép a táj. Jó. Van ott elég hely? Tessék? Van ott elég hely? Van. Most még lesz. De egyedül élsz, vagy szülőkkel? Egyedül, szülők, tök külön vagyok. 3 éve. Akkor te nagyon... nagyon jó pasi vagy. Te is. Én köszönöm, de Édi vagy. Nagyon olyan szexi a hangod. Édi is. Tényleg. Én szúrom, csak akkor cserátlak, jó? Édi, csak a telefon szúrod be, vagy mást is? Csak a telefon, ne ígéred. Más nem esetleg? Hát ha megengeded, akkor igen. Jaj, de hogy megengedni? De Édi vagy. Uh-huh. Persze. Meg én. Na akkor, megszúrom be, és akkor... Ó, szúrjad, de nagyon. Jó. Na, ötlet. Jó van, kis szexi hangú, oké. Oké. BMW. Na nézzük. Hát, nézzük, hogy ki van még. Itten ügyeletben vagyok, csillagom. Na, én sem szolgálatban vagyok, csak élni tudok. Jaj, oké, akkor jó ét, ne írja. Micsoda tisztelet, mi ez? Jaj, írjátok, hogy mit kérdezzek. Jaj, mindegy, ez a könyvelők, vagy mi? Nem tudok beszélni. Tudunk beszélni? Most. Annyi. Nem viszont látásra. Jaj, na. Ez meg elaludt. Itt vagy. A BMW, a BMW. Na. Oké, és várj, egyet hívni kell. Ez nincs itt. Annak nagyon örülnék, hogy jól vagy-e, és
Ezt milyen nyelven tanulok? Vedd föl! Azt kérdezem, milyen nyelven tanulok, de nem veszi fel ezt a rákos telefonnal. Halló! Halló, lehet hallani? Persze. Jaj, de édes vagy. Mit csinálsz? Én is itt ülök. Az jó. És ott hol ülsz? Tessék? És... annyira jó a hangod. Olyan vad. Olyan vad, szexi. Köszi. Hát igen. Neked is nagyon jó, neked is jó színe nagyon. Tényleg? Ó, tudod milyen, amikor úgy belevágsz a Dundi Move közepébe, tudod milyen hangom van? Hát segíthetünk rajta, ha akarod. Nagyon jó lenne. Na. És hogy segíthetünk rajta? Hát az én hang skálámon? Hát igen, Dundi Move, Nász Éjszak, akármi. Single vagy amúgy, vagy nem? Azt azért tisztázzuk már. Single vagyok amúgy. Még egyelőre igen. Mióta? Vagy hány éves vagy? Vagy mit tudom rólad? Én 35 éves vagyok. Pécsen élek. És szakmám a zenész. Bozsiválunk! Jaj, de imádok! Nincsen hangom, nagyon szar a hangom, de imádok rá. Sirágy hírom elé, bozsiválunk ma este, hopp, hopp, hopp. Na, az jó, buli az megy. Abba benne vagyok. Aha. Ez jó. Jó, hangot is van nagyon. Kapcsolni akarsz kamerát is? Hát igen. Csak egy másodpercen, mert nagyon merülök, csak azért, hogy mit tudom én, ilyen zenekari föllépésöknél így jól mutatnák ott, vagy nem? Hát minden megnézzem, figyelj. Jaj, de nagyos vagy. Lévesszem akkor addig a hogy hívják a mata, a szemüveget, és akkor így bejönnék ott egy ilyen föllépésnél. Akkor mehetnénk együtt fölépni. Én táncolni tudnál, csak énekelni nem. Hopp, hopp, az kész. Igen. De tényleg, az éneklés azért meghagyom másnak. A Zsámó Zsazsi tudnánk mondani, de azon kívül más nem. Oké, akkor tanulunk énekelni. És tényleg 35 éves vagy a single pasját, csak lecsaplak rád a nők, gondolom, szétszednek, nem? Hát most figyelj, most az ott a barátnőmmel, tök single, hát itt mindjárt átugrok telefonon köröztül. Hát ilyen teste, ott rohangálni, egymagadban single, a nők csak szétszednek, nem? Hát most figyelj, most mutatom azt, mondhatjuk úgy, hogy igen, lenne, de én inkább komolyabbkor szeretnék tudom. Nem, kalandok, az nem az én világunk, hogy lényegében tudom. Uh-huh. Valahogy én így gondolom. És egy első rátásra, egy rám néztél, és akkor most így mit tudsz rólam mondani, hogy? Egy első rátásra rám nézek, hogy vagány csaj vagy, mert az vagy, hogy vagány vagy. Kacsingatok. Vagány okos nő vagy. Igen. De valahol azt látom benne, hogy közben komoly is vagy, nagyon tudod. De édes, igen. Szereted adni önmagad, de komoly is vagy, igen.
Szeretem a viccet is. A... Én a pasika, figyelj, fölrakom a telefont tölteni, ez véget, kikapcsolom a kamerát, jó? De ugyanúgy beszélgetünk, jó? Tudod, nem fogok bírni magammal, biztos, hogy fogjam magamat, hát át még ilyen teste ottan, amit látok, az brutál jó, tudod? Nagyon jó, mert rágam. Ennek örülök, hogy valakinek bejövök, vagy tetszök. Hát... Én neki nagyon is tetszett, ezt a múlt. Meg tudnánk vele képzelni egy komoly kapcsolatot. Na. És te milyen kapcsolatot szeretnél amúgy? Hát én csak minőségi komoly kapcsolatra még. Hát igen, én is azt szeretnék lényegében minőségi komoly kapcsolatot. Tehát ez nagyon is nem sok rajtam tudod. Hát persze. De én akkor megyek veled fölépni, nehogy valami nők lecsapjanak ottan. Jaj, de jó. És hol szoktál fölépni, vagy? Én nagyon sok helyen zenélek, illetve rengeteg helyen. Jó. Már jártam. De milyen fajta zene? Hát nálam egy vegyes, tudod. Nálam ez úgy van, hogy azt tudjuk, hogy milyen buliba kell mennem. Ha roma bulit kell játszom, akkor roma bulit játszom. Ha mulatos, akkor mulatos, tudod. Tehát jó, de rockzene, vagy opera, vagy mi? Nem, hát operát én nem. Én tudok. Én inkább ilyen. Az jó. A fürdőszobában, vagy jó. Tudod, amikor mozog a paplan. Olyat áriázok, hogy húha. Az kellene nekem, akkor velem áriáz együtt, az lenne legjobb, tudod. Mhm. Uh-huh. Na jó, de most gyerünk vissza a zenéhez, amúgy, hogy ez oké, szeretek viccelni, nagyon aranyos szuki vagyok, de milyen, ami szóval lakodalmakba is? Hát igen, lakodalmakba is, igen. Születésnap, névnap, karácsony, húsvét. Születésnap, névnap, karácsony, én ünnep, akkor persze nyilván, igen. De akkor többen zenétök, vagy hogy? Vagy van egy zenekar? Van egy zenekar, abban a zenekarban hárman vagyunk. Van egy gitárosom, és egy szintetizátoros úgy vagyok én az énekes is. Én elmég táncosnak, azt tudok. Háttér táncosnak. Okay. Háttérben az maradok. Azt mondjuk egymástól, nem? Figyelj, gyorsan közel lehetünk, tudod. Felülök a repülőre, úgy elszállok, mint a és azt tartottam, és ennek a híre vagyok, ha valaki valóban el akar jutni, ő el is jut, nem? De. Szóval én ezen így vagyok. Uh-huh. Tehát mindenki ezzel másképp van, nem? De. Azt mondom nekem. Amúgy régóta vártam arra, hogy beszéljünk, tényleg régóta vártam arra. Kicsit elfoglalt vagyok néha. Nagyon szépen köszönöm ezt, hogy elhívtál. Ez nagyon jó. De édi vagy. Tényleg köszönöm. Tényleg nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esik, mert nagyon sokat írtam neked, és nagyon keveset írtál, tudod? Tudom, nem volt idő, nagyon sokan írtam. Az írvadásaidat, tudod? Uh-huh. És igen, és amúgy nem foglalkozom. Megkérdeztem a... Megkérdezheted, de... Hát te azt már tudjuk, igen. Hogy Írországban élek kint, ugye? Igen. Hát ilyen jóslás, spirituális dolgokkal foglalkozok, hogyha az úgy mond valamit. Az persze mond valamit, és a jóslással azon úgy állsz. Beszoktak az jönni, amit mondok. És most is neked tudnál jósolni? Tudnál. Például igen. A múltamról, vagy a jelen jövőmről. Igen. Na most akkor például melyik érdekel a háromból? Figyelj, várjál. Kettő érdekel, a múltam és a jövőm. Ez a kettő, ami nagyon érdekel. A múltad az mi? Az már elmúlt, meg le van zárva szerintem, de oké. Okay. Így van. Most okay. minek tépjük? Figyelj, én főtéphetem neked azt, ami fáj, ha azt szeretnéd. Szeretnéd? Nem szeretnék, köszönöm, nem szeretnék. Oké. Okay. Akkor beszéljük a jövőből. A jövő a kezedben van. A jelen meg már tudod. Igen, én magam irányítom az én sorsomat, így van, az így igaz. Na akkor mit akarsz még tudni ez tőlem? Igen? Hát azt mondom, hogy mit tudnám mondani a jövőből. Például mondjál valamit, hogy
Nincs mi az elképzelése, hogy mi vár rám, vagy érted? Mi vár rád én? Mi várna? Ez nagyon jó lesne, ha te várnál rám, vagy te vársz rám, ez nagyon jó lesne. Én nem tudok úgy mondani a jövedről semmit, hogyha nincs nálam kártya. Kártyával tudok csak jósolni, de szombaton nem nagyon szoktam kártyázni. Csak kett sütörtök. Kett sütörtök, és az én kedvem is teszed meg ezt, hogy kártyázol. Tudod, hogy hányan mondják ezt az én kedvem, miért eszed? Naponta több ezerszől hallom. Na figyelj, oké, de szóval direktek egy kicsit dalt, de pedig jó szó szépen legyen. Na, de minden van. De arra nincs. Na, akkor... Ez még oké, okay. És akkor először énekelni fogsz? Hát én mindig betartom a szavamat, igen. Oké, okay, akkor először megvárom, hogy énekeljél. És miért tetszett? Mert van kedvenc dalom, biztos, hogy van. Hát egyetlen egy kedvenc dalom van, azt viszont nem sokan tudják, mivel elég régi. És hogyha én tudom, akkor mi van? Hát jó, akkor gratulálni fogok tudni hozzá. A millió-millió rózsaszál, mond valamit. Hát igen, a festő meg kívánt, nem? Aha, azaz. Hát igen. Hát én tudom ezt a módot. De szép. És gondoltam, mert rózsákat látok, itt valami nagyon összefüggő. Ezzel a dallal. Igen, hát igen. Hát ez a róza. Igen. Szóval akkor ez a zené. Igen, ez az egy. Zené. Igen, ez a kedvenc. De ugye ez egy nagyon szép zene, ugye tudod? Tudom, az a kedvenc zeném. Hát igen, az a kedvenc zeném. Na, akkor oké, okay, jósolok. Halljuk, hogy halljuk a zenét. De ez a kedvencem, csak azért. Várjál csak egy másodpercet is énekelj neked, jó? Oké. Okay. Mindjárt jövök, és éneklem neked a millió-millió rózsaszállt, oké? Okay? Oké. Okay. Igen. Igen, itt vagyok. Na. Akkor. Várja. Igen. Beleénekelek neked. Igaz, egy kicsit fájtoltam, de megpróbáljam. Jó, király, ilyen még nem volt, ez tetszik. Tényleg, hogy fájtoltam, megpróbálom, hogy ez. Nem vagyok koronás, hála jó Istennek, COVID-os, de szerintem megfáztam. De hát vagyunk, miha? Na. Szóval ez a festő megkívánt, hogy minden. Igen, elkezdjem én is. Nekem hangom sincs, hogy nem tudom teljesen a szöveget. Én nekem csak a fejemben van. A fürdőszobában én nagyon jó tudok énekelni. Az nagyon jó. Nem az, hogy nem tudom, de nem jól valószínűleg az van bennem, hogy... Nekem is a refrén. A festő megkívánt, hogy nő. Legyen már felt énekes nő, ki mindig csak a szívről dalolt. Millió-millió rózsaszár, vivörös takaró tavaszi útporán. Gyönyörű üzenet senkitől nincs talán. Na most akkor figyelj, jósolni is úgy fogunk, hogy én elkezdem, aztán te befejezed. Vagy hogy fogjuk csinálni? Csak ja. Én ezt nem tudom, milyen mondod, vagy valaki lefizetett, hogy ilyen szépeket mondjál nekünk ma este,
De tudom... Nem, nagyon jó hangszíne. Én érezni tudok, hogy én olyan érzéseim van, ahogy ez a főtörnek, de átérzéssel csinálok mindent. Én átérzem a live-ot, a jóslást, az éneklést, azt, hogy berekedtem, valaki basszom már hátba, nekirohanok a falnak mindjárt. Úgyhogy én mindent átérzéset csinálok, de ez a zene egy nagyon, vagy ez a millió-millió rózsaszál, ugye, ez egy olyan, hogy oké, hogy régi, de ebbe van minden, ebbe van átérzés, áttélés, ebbe minden benne van. Ebbe a zenébe mindent be lehet rakni. Aki tudja, hogy miről van szó. Máté, vagy szeretek én azt is, de a fő kedvenc ez. Utána a millió egy kedvenc van, de ez az egy, amire azt tudom mondani, hogy ez igen, ez én vagyok, ez az én kedvencem, és kész, ennyi. Na figyelj, akkor ez a dal lényegében úgy tudod, a festő megkívánt a nőt, egy ünnepelt énekes nő. Ugye, ahogy így van, nem? Aha, nagyon jó. Aki a dolgoz, akkor volt, a rózsa minden volt, millió, millió, millió rózsaszál, takarós üzenet, sehol sincs talán. Valami itt van, nem? Aha, jó. Millió, millió, millió rózsaszál. Takarós üzenet, sehol sincs talán. Hát igen, ez egy szép dal, felénekelte. Nagyon király. Köszönöm szépen. Na, nézzük a kártyát. Ne maradjak adós. De... Figyelj, én úgy csinálom, hogy szoktam, mivel privát jóslás nálam nincs, az nagyon kemény fizetős, meg nagyon időpontot kell velem egyeztetni, de három lap útmutatást csinálok, ami a közeljövőt fogja neked mutatni, jó? Mivel, hogy merül a telefonom, és mindjárt, hogy köszönjek tőled, mert közben keresnek, sok, hogy fölköröknem a telefon tőtőre, de most keverem a kártyát, és meg fogom mondani, hogy mi vár rád a közeljövődben útmutatásnak. Azt szerintem bőven elég, hogy legalább tudjad itt a közeljövőt. Mert ugye a jóslás, ahhoz elég késő van, 9 óra, 4-10 nálatok is, az több mint egy óra hosszás, ez egy 36 lapos cigánykártya elég sokat beszél. Na, tök jó, jön ajándék, üzenet, figyelj, hírt fogsz hallani hamarosan. És... Jó hír, mert kijött a szerencse is, ott van a szerencse melletted, úgyhogy kijött a szerencse kártya is. Ajándék, üzenet, üzenet ugye az lehet SMS, levél, akármi, posta, bármi, és ott kijött a szerencse, de ha akarod, megmutatom, a szerencse kártya is kijött, úgyhogy ez baromi jó. Az üzenet az lehet akár ugye egy főkérés, fölépés, bármi, és abból lesz a szerencsés, hogy mondjuk pénzt fog hozni hozzád. Úgyhogy ez várható a jövőben. Én meg az éneklést. Úgyhogy beszélünk majd később, jó? Vagy máskor, vagy nem tudom, amikor fölösszeptetve. Tőlem kettőt is. Oké, akkor kettőt kérdezik egyszerre. Lehet még a barátod így komoly kapcsolatban, de most komolyan kérdezem. Nem lehetne, igen, persze. De most nagyon komolyan mondom ám, ez nem érszik össze. Nem, mert komolyan mondom. Figyelj, nekem a távolság, az nem számít. Az nekem se, az jó, az nem számít, az úgy összehozza. Mert figyelj, aki akar valaki, és akar valami. És komolyan akarja. Érted? Én igen. Ezért tennék is. De Édi vagy, figyelj, akkor még beszélünk ki, vagy később, vagy hónap, jó? Vagy írunk, vagy valamit csinálunk. És mi lenne a másik kérdés? Ez volt az első. Igen, a második kérdésem az, de most ezt komolyan kérdezem, amúgy bejött nekem. Ha nem jönné be, már nem beszélgetnénk. Köszönöm szépen a kedves szavainak. Nem vagyok kedves, csak őszinte. Igen, ez a kedvességgel együtt jár az őszinteség, nem? Hát ez nem nagyon kedvesség, hogyha azt mondom egy pasinak, hogyha nem jönné be, már nem beszélgetnék, szerintem ez őszinteség. Hát igen, őszinteség, de kedvesen mondod, érted? Szóval hát, hogy mondjam olyannak, aki a kedvenc zenémet, a számomat énekült el? Tudnák csúnyákat mondani? Ezt a számot gyakorod be fürdés közben, mert ezt ilyen
napi szinten el tudod nekem énekelni minden rögg, amikor felébredök, tudod, azzal költesz, nem muszáj ágyba röggelni, meg te a kávé, csak így fölkész, és akkor te dúdolod mellettem, tudod, ez már tök jó indul a napom. Én eldúdolom neked az összeret. Akkor lehet mondani, hogy elhúzod a nótámat. Van, nem húzom a nótámat. Tök jó. Szívesen, elénekelni, megdúdolom neked 100 szóval kell. Igen. Na, ez jó. Hamar megtudom a múlt. Hamar tudom. Ennek örök. És te mióta vagy egyedül? Amúgy, megkérdeztem. Megkérdezheted, erre majd válaszolok kicsit később, hogyha fő vagyok töltve jobban, jó? Most muszáj, hogy elköszönjek, mert... Igen? Oké, később élünk, később. Oké. Mert jó beszélgetni így, mint én gondolom. Jó, persze, oké. Oké, és körülbelül hány óra fele? Én írok, nem tudom, írsz, te is, én is megbeszéljük, aztán akkor beszélünk, jó? Oké, szívem, oké, rendben. Szia. Szia, kellemes szép estét neked. Köszönöm, viszont, akkor szia. Jó, jó, szia. Hello. Szerelmes szívek, kapárnán díszel, na-na-na-na-na, millió-millió-millió rózsaszál, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Hát ezt ilyen érzékén kell ilyen vadmacskásan énekelni. Na, jó van. Lecsavartad a kis fej, elcsavartam a hang, nem volt nehéz, na nézzük, de aranyos, hogy énekel, nincs is olyan rossz hangja, nincs, hát ez énekes, hogy énekeljön, szia, hello, sziasztok, hogy hívják, Flash, Vizre, csoda, igen, az énekelte a Kata, millió-millió rózsaszál, na, kiroha mindenki a YouTube világ, úgyhogy énekezek énekülni, drága. Gondoltam, hogy bejátszom az eredeti dalt. Hát nem lenne rossz, az nagyon tetszik. Aranyos vagy, hogy telefonszámot, vagy nem tudom, mit kértét, olvastam régebben. Jaj, most Amazon Csóré hívél. Várjatok, írjatok már valami kommentet, amit kérdezzek tőle. Szia! Jaj, de jó csávó vagy, Istenem! Ó, ezt a szép, most mindjárt letépem magamra az összes ruhát. Nem merem. Nem merem, de aranyos vagy, jaj. De csomidáltam azt a szép szádat én. De hol vagy most az ágyba? Igen. Így ruhás túl? Igen, most még sziasztok. Mutasd már meg, mi van a faladon. Mire van a kíváncsi? Az nagyon tetszik, az a falvédő a falon, ott melletted, ott a fal, az följebb, úgy, az szép. Üdesz nekem olyat ajándékba? Megletem bácski. Oké. Okay. Jaj, de jó vagy már. Az honnan van? Nagyon szép. Hát még a négy nagyszülő vannak. Négy nagyszülő, az szép. Akkor azt nem kérem el ajándékba, jó van, oké. Okay. És lehet nálatok régi, de olyat lehet, az nem mehet az emlék neked, azt nem, de én milyen jó ágyad van. Jó, nagy. Mutatok valami látványt. Jó van, mutassad én. Ilyet nem tudom láttalni. De az mit jelent? Az nem, az mire jó? Az ágyad, ami van. Ágytakaró, ágyterítő? Igen, amit a vége tetejére jó. Igen, csipkés. Nagyon szép. Ez a régi fajta. Hú. Amit a régi nem próbált, de hát nagyon van valószínű. Nagyon jó. De régi dolgot szeretnéd? Csak a régi. Más nem. De te minél régebbi vagy, te is annál jobb vagy. Csak a régi dolgok a jobb. Jó, jót lehet rajta tüttörütözni? Hogy mi az? Szexéni. Igen. Azt szeret? Olyan? Lehet rajta? Lehet, ha. Bármit. Na, az jó, hogyha bármit lehet. Oké, annak örülök. És begyűvök neked amúgy? Igen.
Igen. Az jó. Mi az, ami úgy tetszik? Láttad már a live-jaimat? Igen, de hiszem. De Jédi vagy! És akkor szeretnél velem találkozni, és komolyan gondolod? Vagy mit szeretnél? Mondd már ne. Komolyan. És mi az, ami úgy tetszik, ami úgy elsőnek megfogott, hogy... Minden, ott az ég, minden. Az jó. Nagyon, annyira szép a mosolyod, szerelmes vagyok beléd most már. Nincs. Tényleg? Uh-huh. És mióta vagy szerelmes? Húha. Azt a... És próbáltad már valakivel háromasba? Nem. Ismered a 69-est? Ilyen pózok, tudod? Ilyen szexpóz, tudod? Szereted csinálni? Igen. És velem mit csinálnál? Mondd el. Veled. Én velem? Hogy szeretnéd? Itt vagyok. Minden világítva. Az mit jelent, hogy én is tudjam, hogy mindenféleképp? Mondd el, hogy mi jár a fejedbe. Előrű, hátulrú? Meg előrű is? Így jó. És melyiket szereted jobban? Megisztem. Jaj, de édi vagy. Annyira tetszik a mosod, annyira zavar. Énekelni tudsz? Van valami kedvenc számod? Ilyen mulatos. Nem ismeritek, csak akkor énekelj bele egy kettőt, egy sort, legalább tudjam. Küldjük olyan tanít. Hát küldjek csak egy... Felvi nem tudom, hogy jó. A Kámaszutrát ismered amúgy? Igen. Tényleg? Jó, hogy beszéljünk róla akkor. Szeretsz az ilyen kámasztutrás dolgokról beszélni? Nincs. Én imádom, főleg veled, most annyira bejön a mosolyod, a hangod, hogy mint egy bika, hogy bevadítasz. Meddig bírsz egy menetet amúgy? Egy éjszaka? Hát egy gyorsan el szoktál menni, egy 5 perc alatt, 10 perc, vagy egy óra hosszáig is? Meddig töcskölöd a dundi muffot? Fél óra maximum. Fél óra maximum, az jó. És egy este úgy többször is úgy csinálnád? Igen. Na, mondd már, nem mennyiszer. 4-5-ször. 4-5-ször fél óra? Kávé. Vagy máskor már mondjuk hosszabb ideig is. Azt nem tudom. Milyen jó ágyad van, már jó nagy. Ott el lehet férni, nem? Igen. Mi van az, fábú? Igen, az meg úgy csinálva. Látom. Az nem ott... is látom. Nem. Figyelj, vissza tudlak hívni egy pár perc, mert innom kell egy kis vizet, úgy beindítottam, melegem lett tőled. Már leghogy vetkőzzem, mert nagyon melegem van, már mindenütt izzadok, tiszta melegem van. Mindenütt tisztára, beindultam. Akkor levetkőzök, visszagyűvök, jó? Jó. De el ne aludj addig. Ne, jól viszont így. Hát már sorog rólam a víz, szakad rólam a víz mindenütt, hogy muszáj, majd visszajövök nem soká, jó? Olyan édes vagy. Ah, jó, a mosolyod, a szád, annyira tetszik. Meg körbe az a combkefe ott rajtad, birizgálnál. Tudnál vele mit kezdeni, nem? Igen. Jaj, de édi vagy.
Oké. Okay. Akkor nem sokára jövök, jó? Jó. Oké. Okay. Addig el ne aludja. Oké, okay, várjál meg, jó? De azért ne legyen ennyire beöltözve egy pulóverba. Kicsit vegyél fél más pizsamát, ami szexit. Jó. Szia. Jó. Vödör vízet. Jézus Mariam. Na. Jaj. Olá, olala, az ám, a bika, ahon alszik ruhástól. Felizgatod ne, hogy magához kapjon, ha lehet a teló. Lázba tetted, há, majdnem elaludtotta. Nem tudja elénekelni nekem a kedvenc számát, te? Proverba volt. Jaj, Csor, annyi szó hívott, hogy sokszor. Nagyon köszönöm, hogy beszéltem tényleg, köszönöm, hogy nekem fogok beszélni, remélem, mert persze a live után. Én vagyok a hercegnője. Aztán lehetok még Kádi sárkányi sebbi, de nem baj. De édes. Jaj. Na, jó, van, őt hagyjuk pihenni. Jaj, meghalok. Gyerünk tovább, lapozzunk, hó, kezd meleg lenni tényleg. Mert hol tartunk? Írja valaki, hogy hello. Mit szeretne? Hello. Hello, hello, hello. Vastag pulóver. Imádni való vagy. Na, hála Istennek. Mizu. Hú, ez már nagyon meredek. Aha, egyre jobban. Nézzük, hogy ez alszik. Nem fizetett be az internet, ez alszik. Halló? Jó reggel, nézzük csak, hogy ki van még itt. Na, ennek kettőm, ennek... Hogy? Jó. Na, nem csörök ki. Itt még volt, oké, édes. Szia! Felaludt itt. Vagy, ha hamar jövök, már nálam is bajok vannak. László aranyos vagy, de nem tudom, hogy ki vagy. Figyelj, gyere, írjál rám messengeren, aztán már föl is hívlak. Hát ez jó volt. Elment csicsikálni. Olyat kell keresni, aki itt van. Tari, tari, tari. És eléneklem, hogy szerelme szívem, a párnán díszek, na 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 na. Na, fiúk, gyerünk, most legyetek nagyon nagyok, lehet jelentkezni. Daranyos vagy, Kati, szponzorunk, na. Nem akarom mindig ugyanazokat hívni. Tűrő, tűrő, tűrő. De miért nem akarsz senki, hogy csajokat hívjam? Na, jaj, aztán visszahívom nem soká, ugye azt ígértem neki, szóljatok, el ne felejtsen visszahívni. Ja, az előző csába, akivel English Live volt, ugye azt mondja, jaj, megyek aludni, azóta is itt van fönt. Hova mond, milyen bánatba alszik az? Na, nézzük csak. Nézzük csak. Itt kell mondani, szia, cica fiú. Megfogtam a hajam végig. Privátba akarnak velem beszélgetni, az nem jön össze, csak szombattól szombatig. De ne jelöljél benne be, more. Hát nem látod, hogy nem tudlak visszajelölni? 5000-re vagyok tele. Jaj, jaj, jaj.
ismeri a YouTube-ot. A YouTube, éppá, MS-nak hívott. Némítenem kell, nem ez zavarja, hogyha ne zavard a live-omat. Aztán mész aludni, akkor good night. Jaj, mindenki live-ozik. Ez meg nem válaszol, pedig itt van. Hogy be kéne fizetni a drága netét, hogy legyen wifi-ing, és ha van wifi-ing, van netünk. Nem veszi fel, tücs. Tudom, kit hívok, őt még nem hívtam, hogy sem van ez a csak. Megmondom neki, hogy gyere, gyere. Hol van? Ott van. Van hívom is. Másra van vonalba. Lázba tetted, de jó. Nem veszi föl. Hol van, hogy lehet ez, hogy szombat este, ne menjék ki este 8 után, és nem veszik föl a telefon. Hol van akkor mindenki? Már most így nem azért. Ez jó, volt végre, nevettem, ilyen jót. Gyere jövő héten is, és akkor nevetni fogsz. Csütörtök, jósolok, szombaton van live, és ezen a szombaton meglepi live volt, mert ez a második. Szia! Szia! Hello! Sziasztok! Jó estét! Mi jó? Jaj. Én jó vagyok, köszönöm. Ez mit jelent, hogy így izél a telefon? Halló? Üzenet? Mindek a üzenetek showba. Aha. Szia! Sziasztok! Mi újság? Nem sok. Tévézünk. Aha. Van valami jó műsor a tévébe? Interneten néztük. Tessék? Interneten néztük. Ja, interneten. Evelyn, te is azt nézed, amit én, az Elite Live Show-t a YouTube-on, vagy nem? Azt néztem, igen. Jó van akkor. Még megy? 24 órában van szerintem. Tudod, bármikor bekapcsolsz, van live videó, and yes. So. Vágom. Okay. Na mindegy, Maria, te hol vagy amúgy, melyik részen a világnak? Szlovákiában, az jó. És te csináltad ezt a közös chatot, vagy a barátnőd? Nem, engem valaki bevett, én nem tudom, hogy kerültünk csoportba. Én sem tudom, de majd kiderítjük. És én azt hiszem, hogy te tettél, de... Én biztos nem, én örülök, ha nem vagyok ilyen helyeken. És mi? Engem nem tudom kivedbe. Mi újságot arra a vírusa? Még egyszer, Edina? Mi újságot Szlovákiában a vírussal kapcsolatban? Jó, brutó, katasztrófa. Uh-huh. Valosonti kórház, tele van, szombati kórház, sok a fertőzött. Itt csomó lakok faluhelyén. Itt is ma
egy eszom bele, ha a cegény. Jézus. Öthetek. Akkor most megint egy fiatal gyerek van benne. Akkor olyan, hogy éves érzi? 50 valamennyi lehet az asszony, az anyja. Mm-hmm. Én most egy kicsit innen ki kell, hogy lépjem, mert a telefonom nagyon merül, de majd megpróbálok visszajönni, vagy később. Jó, jó. Én most elköszönök, úgyhogy később lehet, hogy vagyok, de most ki kell, hogy lépjek innen a közös csetből, a hívásból. Úgyhogy elköszönök. További szép estét is, szép hétvégét kívánok. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Ezt úgy hívják, hogy közös csetet hívtam. És egy bívottunk négyen. Na nézzük csak. Jaj, ez nem megy aludni. Szeretném látni kamerán a... Mit akar ezt kamerán látni? Írjatok, hogy tudjam, hogy... Haló? Itt vagyok. Én is. Vacsorázol, jó étvágyat. Hú, már látom, egy hull... Hú, Jézusom, még nagyon... Szoktam így feltérőzni. Értem. Szerintem még sok rajtad a ruha. Mert még ott, még mindig van egy pulóver, vagy valami rajtad. Igen, annyi. Ja, csak annyi? Az jó most már. És mit szeretné, írtad, hogy valamit szeretné látni, de nem tudom, hogy mit. Olvasd el, mit írtam. De én nem tudom, mert be van kapcsolva a kamera, én nem tudom, hogy ki ott olvasni. Az, ami ott a pólóban kilátszik. A nyaklánc szomart? Nem. Azon alul, ami van. Alul? Nyaklánc alatt mi van? Nyaklánc alatt mi van? A nyakam. Nyaklánc alul. Így. De. Hát de. A vetkőzz le, azt mutasd meg, akkor jobban fogom tudni. Jaj, de arany. Ilyeneket kell csinálnom? Na, csak kimutattam, hogy mit akartam látni. Ja, megmutattad, mit akartál látni. Nyom strip, tudod mi ez a striptease? Nyomsz egy olyat. Igen, ha megtudod. Utána bármit. Egyszer muti meg. Miért? Azért, mert tetszik. Tetszik? Az a nyelvidegős úristen itt. Fú, egyre melegebb van. Én még mindig nem hoztam vizet, mert közben főhívtak, tudod? Ha mi nem vett közel rá? Én? Hm? Itt vetkőzzek? Hát a fejcsőt vásd le. Eztet vessem le? Nem, a vaskut. Na most, nem, mit kell levetnem? Eztet kell levetnem, vagy ezt a kabátot? A kabátot, úgy a kabátot. Hát de ez kettő, ez egy, ez meg még egy. Kettő darab van rajtam. Elég, ha csak a kabátot levetem? Kabátot csak. De én szeretek kabátba ülni. Hát de ha meleged van. Hát de majd akkor félveszök egy vékonyabb, hosszabbat. No. Én levetem neked, elvesző feleségű? Igen. És akkor csak a kabátot kell levetnem, elég az? Vaskot is. Eztet? És teljesen elég követnem?
Hát, hogy akarod? De hát akkor biztos elvesző feleségű. Igen. Cicizni szeretné, édes? Szereted a cicit? Persze. Erre izgulsz? Nem. Akkor mire? Ha erre se. Mindenre. Mindenre? Persze. És akkor most mikor mire? Szóval te szereted az ilyen dolgokat? Igen. Szereted dundi muffot, lebugyi bedákot, meg ilyeneket? Igen. Uh-huh. Hát ez jó. Tetszik. Szuper. Szuper. És hogy állsz ott a lányokkal? Nincs, nincs. Ha most van valaki, vagy nincs? Most nincs, most jelenleg nincs. Én nekem van egy Kati nevű ismerősöm, ő arra lakik a Szomszéd utcában. Úgy hívják Kati, ismered? Hát, ha megmutatod a képen, elküldöd akkor át, hogy... Elküldöm a Kati képét, ha gondolod. Melyik a kedvenc pózod? De már mondtad, hogy előrümök hátulú, de van, ami csak kedvenced, az mi? Ezt jól lenne tudnom. Hátulú. Az a kedvenced hátulú? Van az, hogyha beleülnek. Beleülnek? De a kocsiba? Vagy hogy? Hát jó. Úgy. A Katit azt tudod, hogy hol lakik? A Katalinnak hívják. Ott van az a körforgalom. Tudod, ott a szökőkút, tudod? Így ismered arra a járást? Igen. Tudod, hogy hol van szökőkút? Igen. A Kati. Kati, Katalin, nem tudom, melyiket szereti jobban. Mindegy. Mindegy annak, szerintem is. Már estére mindegy lesz a Katalinnak. De ott a szökőkút, ha elmondom, hogy hány óra, akkor menj, oda egy szökőkút van, tudod, melyikről beszélök. Igen. Oda mész? Igen. Messzire van tőled az a szökőkút? Nincs. Ott a kanyar után, tudod? Kimész jobbra-balra, és akkor ott van. Na, de találkozol vele? Igen. Azt mondta, nagyon tüzel. Igen. Szeret az ilyen kanos pasikat, mint te. Belemész ilyenbe? Szereted több nővel csinálni? Igen. És így. Azt mondta a Kati, hogy ő ismer már téged régóta, és nagyon be van rád indulva. Igen. Tudtad? Nem. Nem mondta-e? Nem. Most elalszol? De hogy alszok. Én nem alszok. Mondd a méretedet, hogy milyen, elmondod? Akkor megmondom a Katinak, vagy a Beátának. Hány centis? Hát ezt nem tudom. Hát hogy nem? 160. 160? Mi a jó is? Nem tudom. Ja, vagy kényed, nem tudom. 160. Körülbelül. 150-160 között, nem tudok. 160-as? Én még olyat nem láttam.
Ez ilyen digitális óra, vagy az milyen? Ez az új fajta? Tudsz rajta beszélni? Digitális óra nincs. Hát az óra tudnék beszélni, csak szalkom meg. Digitális óra nincs, oké. Okay. A Katinak üzensz valamit? Vagy meséljek valamit, vagy énekeljek, vagy mit szeretnél? Mondjad, hogy mit szeretnél. Ne legyél szégyöllős, én bírom. Már kezdök hozzá szokni. Nem szégyen, nem jó mondom, nem szégyenlős. Nem. Szégyenlős. Nem vagyok az, mondjad. Én nem vagyok. Ha hívjon fel, és akkor megbazít. Hát most is felhívtalak itt, vagy hívásba? Igen. Na most akkor 160 centi. Mi? Tehát te ismered akkor a Katit, vagy nem? Úgy hívják, Katalin. De ha becézni, akkor Kati. Igen. Volt vele dolgod? Már volt féltékeny leszek. Még nem. Még jó. Van ilyen Katalinka ének, azt ismered? Vagy a Katyusa Kalinka Malinka, Katyusa Kalinka Malinka. Szereted? Ismerem. Akkor én énekem neked, tudod, ez a Kalinka Malinka Harasó. Azt tudod? Nekem van ilyen csengő hangom is. Rá tudod tölteni a telefonra. Kalinka Malinka Kalinka Jaha. Eléneklöd velem? Nem tudok énekelni. Akkor táncolj, én meg éneklök. Kalinka Malinka Harasója, Kalinka Malinka, hát azt is, ez ilyen jó, pörgős, ilyen orosz. Tudom. Na, várj, majd mindjárt ezt ide így kitámasztom ezt a telefont, hogy lássa egy kicsit, és akkor tudod, így énekeltük, tudod? Így oroszul tudsz, nem? Vagy milyen nyelven tudsz beszélni? Magyar. Csaromatot tudsz, csak így értem, de nem beszélek. Értem. Oké, akkor elkezdjük együtt a Kalinka Malinkát? Akarod csinálni? Ha? Próbáljuk meg. Na, oké, na akkor próbáljuk. Kalinka Malinka, Kalinka Harasója, Kalinka Malinka. Ezt tudod, nem? Nagyon gondolom mindig. Jobban tudom, mint te. De ilyenkor, amikor becsukod a szemedet, az azért van, mert nem bírsz rám nézni, vagy olyankor álmodsz úgy valamiről? Nem álmodok is semmi. Nem álmodsz? Nem. Kalinka, Malinka, Kalinka, Katinka, Katyusha, hát neked éneklom. Katinka, Kalinka, nem? Na jó, figyeljél, most kihagyjuk, hogy kapcsolom a kamerát, mert már sokat láttál bellem. Elé is merülök. Mutatok mindjárt, csak várjál már, mert levetkőzök hozzá, így még beütözem, itt mutassak. Jó. Oké, szia. Valak vissza. Várjál, elném önnyonnal, maradj ott a... Jaj, na ez lefáradtam, kész, Kalinka Katyusa, ennyi elég volt. Viszont látásra, ha hívott valaki, hanem elkö, hogy köszönjek, további szép estét kívánok. YouTube live-on, lefáradtam totálisan. Találkozunk jövő hét szombat este. Azt az anyám ideges úristenit, fuh. Visszatérünk a millió rózsaszám. A festőnkhöz visszatérünk, önnek legalább volt hangja. De ez a Katyusa Kalinka Malinka, ez aztán nem a legjobb volt. Mikor is találkozunk itten? Edit Live Show YouTube csütörtök este 21:30-kor vagy szombaton, bármilyen időpontban, egy-két live-ba, stb. Úgyhogy találkozhatunk még kicsit később is.
vagyis már nem, csak csütörtökön, és szombaton aztán kitaláljuk a jövő szombat esti live-nak a címét, ugyanis ma este kerestem azt a bizonyos szemét, akihez hozzá tudnánk menni, mikor is február 30-án. Úgyhogy atyavilág, ennyi, atya-gatya, jó estét, szép hétvégét, mindenki pihenjen, aludjon, és ennyi. Elképzelt valamit, hát kedves László, figyelj, hogy ez mit képzelte, mit nem. Ha nem akarom, hogy rémálmam legyen, muszáj van lerakni a telefont, igazából ennyi. Képzel egy olyan, amit akar. Jaj, csak hogy írjam. Jaj, jaj. De. Még mutogassam neki magamat, hát de majd mindjárt letiltást mutatom neki, hogy hogy működik, aztán kész. Ennyi. Mikor volt utoljára nővel? Nem tudom, nem is szeretném tudni. A Kati, szép estét, köszönöm Katalin. Kérdezzem Katalint, aki a körforgalomnál fog találkozni vele a szökőkútnál. Bővebben majd tud Katalin következő, szerintem soha. Szerintem se három pulóverbe alszik, és nőt is csak fényképű látott csórikám. Ha Kati elmész a szökőkútnál, a kanyar után a körforgalomba fogod találni. Úgy be van öltözve, mint a jeges medve. Szibériából jött ismertető jele. Jelszó, hát nem tudom. Vigy egy vödröt a hányáshoz. Ennyit tudok tanácsolni. Hú, ez durva. Igazából. Persze, hogy soha. Ismét reméljük, Katalinnak a lábját földobtuk ma este. Fúf, tényleg melegem lett tőle, úgyhogy eddig-addig-addig nem bírom tovább, kész ennyi, kipurcanok. További szép estét, jó éjszakát, elived Ercsi, szép hétvégét, maradjatok otthon, nem menjetek ki este 8 után, és előtt se jobban jártok, a fülyesség fertőz a YouTube-on is, csak csatlakozz ide, úgyhogy ennyi. Elived Ercsi, csumi-csumi, puszi-puszi, pápá, jönni fogok legközelebb is, Edit Live Show YouTube. Hú, ez kemény volt, ütős. Erre rá kell pihennem. Wow. Jó éjszakát, sziasztok. További szép estét. Szia, Beáta Juhász. Szia, szép estét kívánok. És remélem, hogy akik itt voltak, az egy kicsit földobtuk az unalmas, szürke, hétköznapi estéket. Uff. És beszéljek rá valakit, hogy ne maradjon single. Maradj single örökre. Soha nem menj férhez, ne találkozz senkivel. Maradj otthon, és ennyi. Nikoletta nagy, szia! További szép estét, és jó éjszakát kívánok!